Horváth Zoltán, az Alföldi ASC Galamb József mezőgazdasági technikum és szakképzőiskola igazgatója a ballagás napján stábunknak elmondta. Az idei alkalom azért is különleges, mert az intézmény ebben az évben ünnepli fennállásának kerek 140. évfordulóját. Azt is megtudtuk, hogy hányan búcsúztak idén alma máterüktől. Az idén mintegy 55 diák fog ballagni három osztályból, a 12. A osztály mezőgazdasági gépész technikusok, mezőgazdasági technikusok, ők jövőre zömmel technikusként fogják folytatni majd az intézményünkben, a 11. C osztály mezőgazdasági gépészek, kertészek, dísznövénykertészek, ők nagy részben itt maradnak szintén az iskolában, és érettségi vizsgát fognak majd tenni 2 év múlva, illetve a 13. L osztály, akik már a szakmai vizsgával rendelkeznek, és most az érettségi előtt állnak, többségében ők is itt maradnak nálunk majd technikusi vizsgára. Az ünnepségen részt vett dr. Horváth József, az Alföldi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója is, aki hangsúlyozta, örül annak, hogy a Galambiskolából sokan tovább szeretnének tanulni, hiszen a középfokú oktatási rendszernek többek között ez is az egyik célja. A szakember elismerően szólt a Galambiskolában folyó oktatómunkáról. Minden nap megszűnik valami, amiért az ember szomorkodik, de mindig születik valami új, amiért érdemes élni, és küzdeni. Tisztelt polgármester asszony, tisztelt igazgató úr, tisztelt szülők, hozzátartozók, tisztelt oktatói testület, és nem utolsó sorban kedves ballagó diákok. Hérakleitosz, ókori görög filozófus gondolkodó gondolataival, nagy tisztelettel és nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket az Alföldi Agrárszakképzési Centrum vezetése nevében. Ezen a csodálatos napon, amikor Önöknek, tisztelt ballagó diákok, ahogy erről már hallottunk is, és ezt nyilván többféleképpen meg lehet fogalmazni, most lezárul az életüknek egy nagyon fontos korszaka, és megnyílik egy új lehetőség. Ezek az évek, amiket a Galamb József iskolában eltöltöttek, nekem meggyőződésem, hogy kifejezetten inspiráló volt az Önök számára, hiszen egy inspiráló környezetben tehették mindezt, egy olyan intézményben, amely teli van új gondolatokkal, innovatív kezdeményezésekkel, alulról jövő próbálkozásokkal, amelyeknek egy jelentős része aztán sikerre vezet. Ugyanakkor, amikor a tehetségeknek a kibontakoztatásában tevékenykedünk, abban dolgozunk, akkor természetesen ez egy nagy felelősség, egy nagy tehertétel is, hiszen ebben a munkában benne van nem csak a siker, hanem a kudarcnak a lehetősége is. Azonban én azt látom, hogy ebben az intézményben tanuló diákok kiválóan szerepelnek az országos szakmai tanulmányi versenyeken, részt vesznek iskolai projektekben, és olyan típusú új, előrevívő, előremutató programokban, ami nem csak az Önök szakmai tudásának a gyarapítását szolgálja, hanem hozzájárul ahhoz a modern szakképzési gondolatkörhöz, amelyet mindannyian próbálunk megvalósítani, hogy olyan képességeket, idegen szóval olyan kompetenciákat is fejlesszünk, amely hozzájárul ahhoz, hogy Önök olyan felnőtté válhassanak, ami segíti a felnőtt társadalomban az együttműködés, a kooperáció, az önállóság, a felelősségvállalásnak a kialakulását. Az Önök oktatóik és az iskola vezetése ezen dolgozott az elmúlt időszakban. És én azt gondolom, hogy igen jó munkát végeztek. Hiszen azt is hallom igazgató úrtól, hogy számosan tervezik a továbbtanulást felsőoktatásban, és tulajdonképpen a szakképzésnek, a középfokú oktatásnak ez egy nagyon-nagyon fontos célkitűzése. Az Alföldi Agrárszakképzési Centrum vezetése, munkaszervezete is azon dolgozik, hogy ezt a munkát segítse, támogassa, nem csak itt a Galamb József iskolában, hanem a további 9 intézményben, 3 megyében. És ennek keretében akkreditáltattuk a vizsgaközpontunkat, ennek keretében készítjük elő azt a duális képzést megalapozó ágazati képzőközpontot, amely az elkövetkezendő időkben a gyakorlatias oktatást fogja segíteni és támogatni. Ennek keretében vezetünk be minőségirányítási rendszert, hogy lássuk azt, hogy jó irányba haladunk-e, mérni tudjuk azt, hogy jó irányba haladunk-e, és azokat az esetleges visszajelzéseket be tudjuk építeni a mindennapi munkánkba, amely korrekciókra szorít bennünket.
Ezen a munkán, ezen az úton, tehát azt gondolom, hogy jó irányba haladunk, és nagyon fontosak azok a visszajelzések, amelyek az intézményektől jönnek, amelyek a tanulóktól, a diákoktól jönnek, hogy ők hogyan látják és ők hogyan élik meg mindezeket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves ballagó diákok! Az eddig elért eredményeikhez nagyon sok, nagyon nagy gratulációmat szeretném kifejezni, és az önök előtt álló feladatokhoz, a továbbtanulási, a szakmájuk kiteljesedésében történő lépések során nagyon sok sikert, boldogságot, természetesen jó egészséget kívánok. És hát a rövid távú célok, az érettségi és a szakmai vizsgáknak a letételéhez természetesen nagy kitartást és szorgalmat kívánok. És engedjék meg, hogy zárásként azt adjam önöknek útravalóul, amit annak idején én is kaptam. Ez pedig így szólt, hogy munkájukat mindig hideg fejjel, meleg szívvel és tiszta kézzel végezzék. Verebb Gábor, az egyik ballagó osztály, a mezőgazdasági gépészek osztályfőnöke stábunknak többek között arról is beszélt, hogy a fiatalok szakmailag milyen lehetőségek előtt állnak. Elég jó szakmát szereznek. Tehát mint mezőgazdasági gépész jó eséllyel helyt állnak a munkaerőpiacon, keresik őket, jó fizetéssel is kecsegtetik őket, úgyhogy szerintem az elhelyezkedésükkel nem lesz gond, de azért én felhívtam a figyelmüket, hogy próbáljanak tovább tanulni, hiszen akkor mégiscsak több út áll előttük, több lehetőségük lesz, hogyha esetleg két vagy három szakma is a kezükben van. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a végzős galambosok annak idején miért választották ezt az iskolát. Azért döntöttem úgy más, hogy otthon is egy mezőgazdasági kis vállalkozás van, és akkor azt szerettem volna továbbvinni. A családban még nem volt, aki gépészetet tanult, és akkor én úgy döntöttem, hogy akkor a mezőgazdasági gépész szakot választom. Jók voltak az itt töltött évek, egy remek osztályközösség alakult ki, én úgy érzem. Sok pozitív élményt szereztünk, és én úgy gondolom, hogy ez a megfelelő koronázása ennek a három évnek. Díszvénykertész irányba húzott úgymond a szívem. Tehát egész kiskorom óta elkezdtem valahogy a növények iránt jobban kötődni, pontosabban a virágok iránt. És amikor megtudtam, hogy van itten díszvénykertész képzés is, akkor már nem volt számomra kérdés, hogy nem ide jövök. Én a mezőgazdasági technikus szakra mentem, igazából kiskorom óta nagyon szeretem mind az állatokat, mind a növényeket, és ez a szakma magába foglalja mind a kettőt, így nem kerültem választás elé, hogy most akkor az állatok irányába menjek, vagy pedig a növények irányába, így ez a szakma mind a kettőt összefoglalja, és szerintem ez nekem a megfelelő. Az Angyalsóhaj Alapítvány a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok számára minden évben elismerést ítél oda. Ezt Farkas Éva Erzsébet polgármester fővédnök nyújtotta át. A ballagó diákokhoz Lázár János országgyűlési képviselő is eljuttatta jó kívánságait levélformájában. Ezt Horváth Zoltán igazgató olvasta fel a résztvevőknek. Sajátos pillanata ez egy ember pályájának. A ballagók számára elsősorban egy fejezet végét jelenti, a szüleik, a tanáraik és az idősebbek azonban tapasztalatból tudják, hogy a mai nap sokkal inkább kezdete valaminek. Méghozzá az élet egy meghatározó időszakának. Ebben az időszakban dől el nem csak az önök pályája, hanem az is, hogy a következő évtizedekben milyen helyé teszik a szűkebb és tágabb értelemben vett hazájukat, a jövő Dél-Alföldjét és Magyarországát. Nagy lehetőségek várnak önökre, és nagy felelősség nyugszik a vállukon, hogy ezekkel éljenek önmaguk, illetve a szülőföldjük, településük gyarapodására. Már a többsége van hazánkban annak a gondolatnak, hogy most a vidék jön. Most önök jönnek, akik a vidék Magyarországát képviselik, akik a vidékben rejlő lehetőségeket kiaknázhatják.
Az elmúlt időszak elsősorban a pandémia és a háború megmutatta, milyen nagy szükség van mindarra, amit a magyar vidék, a nagyvárosokon kívüli világ a nemzetnek adni tud. Legyen szó az önellátási képességünk megerősítéséről, a nemzeti agrárium és élelmiszeripar fejlesztéséről, vagy épp a hagyományos európai életmód, illetve a nemzeti identitás megőrzéséről. Akkor tehát a ballagások alkalmából most gratulálok, és további sok sikert kívánok önöknek, egyúttal arra is bátorítom önöket, hogy merjenek vidéki magyarok maradni. Fejlesszék bár a tudásukat másutt, más városokban, vagy akár más országokban, de hozzák majd haza a tehetségüket és szorgalmukat, térjenek ide, vissza, dolgozzanak, és éljenek azon a földön, ahol az őseik is. Önökön is múlik, hogy a magyar vidéknek ne csak dicső múltja, hanem ígéretes jövője is legyen. Sok sikert kívánok mindannyiuknak. Tisztelettel Lázár János, országgyűlési képviselő. Álomvilág, színesen ég.